napot kívánok, Ilyes András vagyok. 2014. szeptember 20-25-e van. Itt állunk a Rákóczi 36 számú háznál, a Klauzál utca sarkánál. A pestiek úgy ismerik, hogy itt volt valamikor a Lokko áruház. Maradt is egy emlék a Lokko áruháznak, ez a csodálatos kirakat, amit ugye beépítettek ebbe az oszlopba, és ez már 10-20 éve üresen áll. Majd Magyarország akkor lesz igazán erős, attól függetlenül, hogy kihez tartozik a kirakat, gondolom, hogy a társasházhoz, hogyha egyszer majd ezeket a kirakatokat is esetleg használni fogják, és átadják a Lokko áruházat ma használó vállalkozásnak. Ezeket a házakat Rádai Mihály félbe vágott házaknak nevezte, az 50-es évek végén, 60-as évek elején alakultak ki az árkádok. Látszik is, hogy az első emelet másképp néz ki, mint a többi. Azért jöttünk ide először is, mert a 7. kerület polgármestere júliusban elintézte, hogy kicserélték a burkolatát a Klauzál utcának, a régi Bacskaköves utcának. Én nem egészen örülök neki, majd később megmutatjuk önöknek. Itt volt Budapest egyik legérdekesebb zebrája egész júliusig, ugyanis nem kellett lefesteni, hanem a Bacskaköves utcán ez a zebra korábban fehér macskakövekből állt, és számomra nagyon érdekes volt. A másik érdekesség, hogy ugyanezen a rövid szakaszon a Rákóczi és a Dohány utca között már korábban kicserélték a szegélyköveket, viszont a Dohány utca túli részen továbbra is a régi szegélykövek voltak, amelyeket most pusztítottak el. Ezeket a 100 évvel ezelőtti gránit köveket nagyon szerette a pesti lakosság, és Rádai Mihály városvédő műsorában is sokat szerepeltek. Majd érdemes megfigyelni, hogy ezeket korábban fecskefarkú kövekként emlegettük, még a 80-as évek elején nem voltak hézagok, mert úgy rakták le valamikor, most, hogy sokat megmozgatták őket, egyrészt földdarabolták, és már sok helyen egyenes a kőnek a vége, illetve akár 5 centis hézagok is vannak közöttük. És most pedig ezeket meg is mutatjuk, a hajdani zebrát, illetve a szegélyköveket. És ha már itt vagyunk a Rákóczi úton, akkor megmutatom a Rákóczi út, azt hiszem 52-es számú házat. Az előbb beszéltünk a félbevágott házakról, hát ez pedig egy háromfelé vágott ház. Valószínű, az 1960-as években az árkádosítás idején a szép régi házra ráépítettek két újabb emeletet. Egyébként régi képek szerint azt hiszem tornyoskák is voltak a házon, nekem akkor jobban tetszett volna. És ez volt a mai sétány, viszontlátásra.